Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy KDS témát fogunk feldolgozni, a csempézést. Rengeteg olyan eszköz van a KDE-hez, a KVIN-hez, hogy pontosabb legyek, ami csempézős megoldást csinál, de én egyet szeretnék az Exuitét bemutatni, mert ez szerintem az egyik legkényelmesebb megoldás számomra. Miért KDE? Gyakorlatilag az elmúlt időben egy nagyobb videóanyagot kellett vágni, videóvágáshoz a csempézős ablakkezelők nem feltétlenül a legkényelmesebbek, ezért a GNOME-ot, illetve a KDE-t nézegettem, akár a GNOME, akár a KDE, nagyon-nagyon jó felület, egy kicsit nagyobb természetesen, mint az i3VM vagy az XFCE, picit úgy érzem, hogy lassabb, de hozzá kell tennem, hogy szép, nagyon szép, és mivel én régebben használtam KDE-t, ez 3-4 évvel ezelőtt volt, értelemszerűen megnéztem, hogy milyen változások vannak. Azt kell mondanom, sokkal gyorsabb, sokkal stabilabb, és hozzáteszem, sokkal szebb, mint 3-4 évvel ezelőtt, azaz a KDE is erőteljesen fejlődik. Ami lényeg számunkra, miért KDE? A KDE egy komplett asztali környezet, azaz, ha azt te feltelepíted, vagy olyan a disztribúciót választasz, ami KDE-vel érkezik, bizony egy komplett, teljesen komplett, saját programokkal rendelkező asztali környezetet fogsz kapni. A legtöbb egyéb környezet innét-onnan összeszedegeti a programokat, illetve előfordul olyan, hogy kapsz saját fejlesztésű programokat az asztali környezethez, de azoknak a köre kicsit. Én úgy érzem, jelen pillanatban a KDE adja a legjobb ökoszisztémát, ami kényelmesen telepítve minden egységes, minden szép, és a lehető legtöbb program van benne. Nem külső, hanem az asztali felület saját programja. Kényelmes a beállítási lehetőség. Nagyon sok kezdőnek komoly problémát jelent egy-egy asztali környezet beállítása itt egy helyen. Na jó, mondjuk úgy, hogy egy helyen. Általában egy helyen egy beállítási panel sorozatban fogod tudni beállítani. Ennek nagy része le van fordítva magyarra. Ennek a működése egyértelmű, átlátható, ráböksz arra a címszóra, ami kell, megnyílik a panel és beállított grafikusan. Tehát kezdőnek, vagy olyannak, aki nem szeret terminálba macerálkodni, piszkálgatni, állítgatni dolgokat, az neki természetesen a KDE jó választás, kezdőbarát, egyszerű. Azaz gyakorlatilag, ha feltelepítesz, én az MX Linux-nak a KDE verzióját tettem fel, egy olyan környezetet találsz, amivel mindent meg fogsz tudni oldani, és átlátható, és nem kell keresgélni semmit. Ott a bár, ott van a gyorsindító, ott van minden, tehát van start menü, tehát komplett. Úgy működik, hogy egy kezdőnek jó, kezdőbarát, egyszerű, nincs agyonbonyolítva. Természetesen a J3VM-hez képest bonyolultnak fog tűnni, de értelemszerűen és logikusan nem ugyanaz a kategória. Ami nagyon fontos egy embernek, hogy rengeteg kiegészítő van, hiába készítették el a KDE-t, vagy akármelyik asztali környezetet szuperül, azért vannak eltérő igények, több száz kiegészítő van. Én a kiegészítőket itt természetesen nem arra értem, hogy a hátteret meg tudod változtatni, és több ezer hátteret találsz. Nem erre értettem, hanem a tényleges működést befolyásoló kiegészítőkre a programokat, vagy magát a KDE-t, a plazmát, ahogy sokan hívják, az a neve egyébként, bizony meg tudod változtatni, hogy úgy működjön, ahogy neked kell. És ami nagyon fontos, folyamatosan fejlesztik. Ez a folyamatos fejlesztés itt nem azt jelenti, hogy két évente, egy évente kitalálnak valami szuper dolgot, hanem azt jelenti, hogy folyamatosan érkeznek az új, kényelmes dolgok, és vélhetően, bár ebbe, mivel egy kicsit kihagytam 3-4 évet a KDE fejlesztésbe, úgy érkeznek meg, hogy a régi dolgaid is működni fognak, tehát nem úgy, mint mondjuk a GNOME-nál, hogy időnként vannak erőteljes váltások, és akkor a régi programok, régi kiegészítők, egyebek nem, vagy csak esetlegesen fognak működni. Nézzük is meg, miről fogok beszélni. Exuit. Ez nagyon egyszerű pseudo-tiling, azaz ilyen látszólagos, csempézős eszköz, majd kiderül, hogy miért így mondom, hogy látszólagos,
kiváló eszköz, könnyen telepíthető, azaz a KDE rendszerén keresztül telepíthető, nem kell semmilyen parancsort futatnod, természetesen lehet a GitHub oldalon le van írva, hogyan kell kézzel telepíteni, de inkább hanyagoljuk, két rábökéssel igazából telepíteni tudod, egyszerűen kezelhető gyakorlatilag, azért szerettem meg ezt a kis eszközt, ezt a csempézős eszközt, mert pofon egyszerűen telepíthető, előhívom, rábökök, 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 kész. Nem kell semmi egyéb extrém olyan dolgot megtanulni, hogy billentyű kombináció, egy kombinációval előcsalogatom, kiválasztom azt, ami nekem kell, aztán kalapkabát. Nem jelent gondot senkinek a használata, alapbeállítása teljesen megfelel. Miért mondom azt, hogy alapbeállítása teljesen megfelel? Mert amit kapsz a dobozból telepítés után, nagyon jól fog működni, hozzá nem kell nyúlni, nem kell különböző egyéb eszközöket, egyéb beállításokat megtenni. Telepít, működik, nincs vele gond. Ami ezen kívül jól konfigurálható rész, az kényelmes. Miért mondom, hogy jól konfigurálható és kényelmes? Kapunk jó néhány olyan formációt, olyan beállítást, ami számunkra nagyon jó, de esetlegesen neked nem tetszik. Én elég régóta használok csempézős ablakkezelőt, gyakorlatilag nem volt olyan igényem, hogy ebben az eszközben, ebbe a pseudo-tiling eszközbe olyasmit beleírjak, változtassak, ami számomra kell. Azaz az alapbeállítás jó, de a plusz beállítások megtétele sem nehézkes. Majd ránézünk, hogyan kell beállítani. És ami fontos, nem tolakodó. Nagyon nem szeretem azokat a kiegészítőket, amik fogják magukat, felteszem, és azt hiszik, hogy ők fontosabbak, mint a munkafolyamat. Állandóan előreugranak, állandóan azt akarják, hogy őt használjam, állandóan belenyúlnak a dolgokba, állandóan valamit akarnak, ugrabugrálnak, kényszerítenek, nem. Ez billentyű kombináció, előhív, rábök, rábök, eltűnik. Oké. A következő, amikor már nem kell semmit se csinálnom, csak rábökök az ablakra, rákattintok, nagyítom, ide-oda tudom mozgatni, tehát nem vagyok belekényszerítve abba, hogy dolgozzak vele, és utána ki kell kapcsolni, át kell állítani, vagy valami, tehát nagyon kézreálló dolgot fogunk kapni. Nézzük is meg a telepítési módszerét. Ahogy látni, átváltottam KDE-re. Én több asztali környezetet használok, illetve i3, XFCE, KDE párhuzamosan fut. Ez a három nem üti egymást, tehát erre figyeljünk, hogy azért mindenféle asztali környezetet, legalábbis jó sokat felpaklászni, nem biztos, hogy egészséges. Én ezt a hármat használom, egymást nem ütik. Na, vissza is a megoldáshoz, a gondolathoz. A telepítés nagyon egyszerű, a beállítási panelt megnyitjuk, ablakkezelésre bökünk és Calvin scriptek. Ennyi az egész. Rámegyünk, itt új scriptek letöltése felkiáltással elindul a dolog, és őt megkeressük. Tehát beírjuk a nevét, azaz ezt megkeressük, és rábökünk olyan, hogy install, és akkor feltelepül, egy másodperc alatt feltelepül, majd idejövünk természetesen, és bepipáljuk, hogy működjön is, tehát ne felejtsük el aktivizálni. Az aktivizálás fontos. A másik a gondolat, ami nagyon fontos, ezután leállítod a KDE-t, majd újra bejelentkezel, hogy a script működésbe lépjen. Vannak olyan megoldások, hogy elindítod újra a Calvin-t, tehát terminálból. Én ezt a megoldást jelen pillanatban hanyagolnám, mert nem mindig indult el rendesen. Természetesen lehet, hogy nálam van valami probléma, de elindul, nem úgy működik, nem az. Hanem én egyszerűen megoldottam, kilép, belép, ahogy a leírásban van, kilépünk, belépünk, tehát nem csinálunk semmi egyebet. Oké, a következő dolog mi a Ctrl-Alt-D kombinációval előhívjuk, ennyi, kalapkabát, lehet látni, hogy van 2, 4, 6, 8, 10 darab beállítás, ahogy gondolhatjuk, ezek a beállítások nagyjából ilyen rács szerkezetűek. Kiválasztjuk azt az ablakot, amit valamelyik rácsba beszeretnénk tenni, ő az aktív ablak, rákattintottam, és ebbe a rácsba szeretném betenni, odaugrik. Most idehozok egy másik ablakot, ő az aktív ablak, és ide szeretném betenni, beteltem.
utána oda rakosgatod, ahogy akarod, olyan beállításokkal tudod rakosgatni, ahogy neked kényelmes, azaz ilyen látszólagos csempézős megoldást ad, ami 10 előre definiált sablon szerint van, 10 előre definiált ketrecbe tudod berakosgatni, amire érdemes figyelni, és igazából nekem nagyon megtetszett az, hogy persze vannak itt sablonok, azt gondolná az ember, ha erre a oszlopos megoldásra rákattintunk, akkor a 3 darab nyitott ablakot ebbe be fogja rakosgatni. Vagy, hogyha én azt mondom, hogy ezt ide akarom rendezni, ezt ide akarom rendezni, akkor ez a lehetőség van. Nem teljesen így igaz, persze így is elrendezgetheted, de hogyha te azt mondod, hogy ezt az ablakot felesbe szeretnéd, ezt az ablakot negyedesbe szeretnéd, azaz ez, és ezt össze tudod kombinálni. Így bizony nem mindenképp kell a beállításhoz hozzányúlni, persze megmutatom, hogyan lehet válogatni, de szépen be tudod rendezni felesbe, vízszintesen, függőlegesen, harmadba, negyedbe, illetve különböző elosztásokba, amiket esetleg te újra tudsz definiálni, azaz gyakorlatilag a működése nagyon egyszerű, ami nekem nagyon tetszik, rákattintok, és most nincs ide belekötve, ide beszögelve ez az ablak, hanem oda tudod mozgatni, és utána úgy fog működni a KDE-nek a ablakkezelése, az asztalkezelése, ahogy eddig dolgoztunk vele, tehát nem fogja ő rákényszeríteni ezt a sablont, a megadott sablont, amit kiválasztottál, hogy csak így és csak ebbe, hanem menet közben is ki tudod belőle kapni, különböző billentyű kombináció nélkül, tehát nem kell lebegővé tenni az ablakodat ahhoz valamivel, hogy mozgatni tud, hanem utána ugyanúgy tudsz működni vele, ha pedig vissza szeretnéd tenni őt ide, ebbe a sarokba, akkor ráböksz és kalapkabát, készen van, azaz kényelmesen használható, egyszerű és nagyon kezes eszközt fogunk telepíteni. Ennyi volt, nem is kell ezt túl ragozni, hiszen nagyon egyszerű a használata, és utána be is tudjuk csukni. Miután megtetszett valakinek ez az eszköz, feltelepítette a beállítása, nézzünk rá. Természetesen a GitHub oldalon érdemes megnézni, hogy hogyan működik, nézzük is meg a GitHub oldalát, egy-két szóval elmondom, hogy mire kell odafigyelni. A GitHub oldalán meg tudjuk nézni a beállításokat, gyakorlatilag itt van a forráskód, és lehet látni, hogy 8 napja, 7 napja, 2 hónapja hozzányúltak, tehát ez fejlesztés alatt van, újabb, nagyon nagy érdekességet nem tudunk várni, mert gyakorlatilag ez egy kész komplet, de folyamatosan javítják, odafigyelnek. A beállítási lehetőségek egyszerűek, gyakorlatilag a telepítést leírja. Én megmutattam, hogyan lehet, hogyan kell telepíteni. Egyszerűen nem kell install SH-t, meg egyebet futtatni, letölteni. A KDE rendszerén értelemszerűen fel lehet telepíteni, nem kell bonyolítani az életünket. Leírja a gyors billentyűt, illetve képeket ad, mehetünk, konfiguráció, be lehet különböző dolgokat állogatni, én a manuális konfigurációra, az ablakok beállítására térnék rá, gyakorlatilag elmondja, hogy hol lehet megtalálni a konfigurációs fájlt. A konfigurációja egy picit cseles, illetve egy picit eltér attól, amit megszoktunk. Ahogy látni, bementem abba a könyvtárba, és sok fájl van. Azaz, ahogy ő mondja, egymás után vannak a sorszámok, ha te egy újat akarsz, akkor vagy átírod az adott sorszámot, amin változtatni akarsz, vagy a következő sorszámot megadod, azaz a 10 QML-t lemásolod, és elkezded szerkeszteni. Gyakorlatilag rákattintva nem feltétlenül nyílik meg a szövegszerkesztő, mert nincs hozzá rendelve, vélhetően egy szövegszerkesztő, így bizony kézzel megnyitottam, és hogyan néz ki? Nézzük is meg, hogyan néz ki. Értelemszerűen így néz ki, le van írva, hogy mi mit jelent, egyszerű a kezelése. A beállítás nagyon egyszerű, értelemszerűen lehet látni, kap egy nevet, logikusan adjunk nevet, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, felosztjuk bizonyos mennyiségre a monitorunkat, azaz azt mondtuk, hogy 3x
12-es rácsra oszd fel a monitort. Az első kezdődjön a 0-0-nál, 0.0-nál, a második 0-3-asnál, a harmadik a 0-9-es rácspontban induljon. Tehát gyakorlatilag felosztottad a képernyődet egy rácsra, és megmondod, hogy hol induljanak el az adott ketrecek, adott fakok, amiben bele tudod helyezni azt a kis ablakocskát. Gyakorlatilag lehet látni, ez nem egy olyan dolog, amit nem lehetne megcsinálni, de én azt mondom, hogy ha valakinek nincsenek különösebb, erőteljes, eltérő igényei, az alapbeállítás az megfelel. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem mindenkinek olyan eszközt tudtam mutatni, ami számára megfelel, és egy picit a KDE használatát kényelmesebbé teszi. Köszi szépen, sziasztok!